Na tisztelettel köszöntök mindenkit, ez itt a Space Engineers 5. része, és ahogy az előző részben ígértem, én itt ügyködtem egy keveset a roverrel. Na most egy kicsit körbenézzük, hogy mi is történt valójában a két rész között. Kész van, tehát ez egy működőképes jármű, amivel fel tudjuk fedezni itt a környéket. Amit tartalmaz, tehát van rajta 2 darab medium cargo container, darabonként azt hiszem, hogy 3375 liter tárolókapacitása, illetve egy large cargo container, ami 15625 liter tárolókapacitással rendelkezik. Úgyhogy én azt mondom, hogy ez a gép költözésre kész. Most ezt a bázist még nem szedem szét, mert hát talán a drilleket még azokat leszedem, hogyha esetleg találunk olyan helyet, ahol tudunk tudunk csinálni valami bányaszerűséget, mondjuk egy vas vagy egy kobalt bányát, azt azért meg fogom lőni, tehát ide a large cargo-ba szépen mindent, ami ilyen komponens, tehát ami ilyen szerelő komponens, azokat be fogom pakolászni. Hopp, itt van valamelyikben valami, itt a médiumban még van, azt átrakom a large-ba, hogy itt legyen ugye ebben mindenünk. A bázist a respawn point miatt, tehát a survival kit miatt itt hagyom békén, viszont a drilleket leszedem, és a csövet is, meg a pisztont is, hogy ennek az alapanyaga legyen nálunk. Ja, és feltöltődött most már végre a hidrogénnel a jetpackem, és ugye mivel majd mindjárt mutatom még tovább, mik vannak a kis rover... banyek. Inventory full. Ops, bocsánat, ezt kicsit benéztem. Remélem nem hagytunk el túl sok mindent. Ja. Jó. Nem szeretnék itt nagyon pazarolni azzal, hogy teli... Ó, hogy rohadjál meg! Ezt nem hiszem el. Fú, rengeteg steel plate. Iszonyat. Itt így hamar tele lesz a rover, még így is, hogy van rajta egy csomó tároló egység. Mondjuk igazából ezek a drillek foglalnak iszonyú mennyiségű helyet, ugye, mert rengeteg steel plate kell hozzájuk. Mindjárt tele vagyunk megint. És ez még elfért, nagyon jó. Ugye töltünk egy hidrogént. Jó, ezek is szépen mehetnek belefele. Okés. Na, hát itt azért már 4000-nél járunk a 15000-ből, tehát azért elég, még mindig van egy csomó helyünk. Na, amit még leszeretnék szedni, szerintem ez a cső az biztos. Illetve ezt a refinery-t, nem tudom, hogy ez ide szerintem nem fog most kelleni. Mi van ebbe? Jó sok alapanyag. Ezeket is visszük. Mert ott szeretnék, tehát egy tök új bázist alapítani. Úristen, 5000 vas van benne. Ez nagyon durva. Egyedül a survival kitet szeretném itt hagyni. Na, ezt megnézzük, hogy ki tudom-e pakolni. Aha, nagyjából be is fért. Zsír, nagyon jó. Hát iszonyatosan kell vigyáznunk, hogy nehogy összetörjük ezt a roverkét, mert az nagyon nem lenne túl király. Úristen, itt is van még egy csomó anyag. Mondjuk ez a large medium container, ez nagyon kellett. Mert igazából már kezdtem nagyon nem elférni semmivel se. Jó, visszük a shouldert is, méne. Azt is ide bevágjuk. Jó, kell találnunk jeget. Mivel, hogy, amit nem mondtam, van egy ilyen új blokk, ez a nemrég jött be, nem, a legújabb frissítése. Ez hidrogén engine. Ez ugye most összeköttetésben van. Tehát ugye itt van fönt egy O2 generátor, egy oxigén generátor. Ez összeköttetésben van a kokpitta. A generátor összeköttetésben van ezzel a medium cargo konténerrel, ami rá van kötve a kis lyukán keresztül erre a hidrogén engine-re. Tehát, hogyha van hidrogénünk, tehát ez termel hidrogént, akkor a hidrogén motor
termel elég komoly mennyiségű energiát, illetve itt van az akkumulátorunk, ami szerintem lehet, hogy így egyedül még egyelőre kevés lesz, de nem baj. Tettem fel egy szolárcellt, ő most éppen tölti a gépezetet, úgyhogy azzal így jók leszünk. De a szolárcellt az tényleg csak ilyen biztonsági szempontból raktam föl, hogy tuti ne legyen gond. Jó, ezt is itt szépen lebontjuk, a basic assemblert. Úristen, be is rengeteg steel plate van. Nagyon jó. Ezek maradnak, és a refinery-t is szerintem akkor már. Hát ez gyakorlatilag most már egy mozgó bázis. Igazából föl lehetne rakni rá a survival kitet is, de egyelőre azt én itt békén hagynám. Hát szerintem mennyi 100 steel plate, az nem sok, annyi vasú, mint a szemét. Jó, viszont itt van egy kis problematika. Az armor block. Itt nem szeretném úgy indítani, hogy pofával beleesek itt egy lyukba, mert az nagyon nem lenne túlságosan király. Úgyhogy ezt itt szépen itt befedem ezt a lyukat. Jó, nem tudom, hogy antennát ha rakok rá, akkor ugye megmarad. Tehát azt látni fogom mindenhonnan. Aha, és az mi kell, hogy antennám lehessen. Szóval van. A sima antenna. Kell egy beacon. Amit tudunk csinálni. Akkor csinálok beacont. Erre. Ide. Túl nehéz. Ó, baszki, nem tudunk. Na mindegy. Jó, nem hagyjuk el a rovert. Jó, egyelőre mennék én egy nagyobb kört. Így hát nézzük videóban, aztán utána én szerintem körözni fogok egy ideig. Hát most 4 órát ír, most kicsit nehezek vagyunk, sőt nagyon. De reméljük, hogy... Ó, bazeg. Ez már fel is akadt. Hát ez iszonyat nehéz lett, ez a gép. Úgyhogy ezt most gyorsan vissza is állok a helyére, mielőtt bármi gond lenne. Hát ez a kargó konténer az ott nagyon nem jó. Ráadásul nem is jól fordulnak a kerekek. Igen, ez így nagyon nehéz. Kell rakni még rá plusz kereket. Meg szerintem nem jól fele fordul. Mi ez? Azt mondja, hogy ez itt... ez egy jobb oldali. Ez meg egy bal oldali. Akkor itt csesztem el az elejét. Ez egy... bal oldali. Igen. Ja, lehet, hogy hátra nem is kéne ilyen fordulósat, csak simát. Hát jó, ezt lehet, hogy túltoltam ezt, de nem tudom, nem lehet ezeken állítani? Nézzük csak meg. Azt mondja, hogy... 7 offset. Kicsit mondjuk emelni rajta. Ja, itt ilyen 6%-on van, hát ezeket felhúzzuk. Mondjuk ilyen 50-re. 50. Ezen emelünk 10 centit. Jó. Csináljunk belőle gruppot. Kerekek. Jó. És itt a gruppot szépen emeljük. Jaj. Ez az első kerék, az ott nem sikerült neki, de azt mindjárt majd intézem. Na gyermekeim, hát körülbelül egy olyan, hát mondjuk egy olyan órás mutatványomba került, mire véglegesítettem ezt a csodát. Na az volt a megoldás, hogy ugye a kerekek túl magasan voltak, így nem tudták kiemelni rendesen a gépezetet. Tehát így konkrétan húzta a hasát, illetve kellett rá ide hátra még egy szettnyi kerék. Amit még pluszba raktam rá, az 4 darab piszton, amivel így ki lehet emelni.
gyakorlatilag a helyéről, és így lehet szerelni, illetve a kerekeket is leszedni és módosítani. Ezek gomnyomásra működnek, majd mindjárt megmutatom. Továbbá ezt a középső kereket beállítottam, ugye megmutatom, hogy hogyan. Beállítottam, hogy ezek ne forduljanak. Azt hiszem ez, vagy ez, igen, ez a baloldali, ez nulla steering angle, tehát hogy egyáltalán nem fordulhat, illetve a hetes, tehát ez a középső. Ugye középső kerekeket nullára vettem, tehát hogyha most megnézzük, akkor nem fordulnak, csak a szélsők. Kiraktam gombra a pisztont, tehát így szépen le lehet őket ereszteni, illetve visszaengedni egy gombnyomással, ez így tök jó. Illetve körbenézünk, hogy a bázishoz jó, van GPS koordinátánk, úgyhogy hát meg raktam fel ugye pár lámpát, meg ilyesmi. Árammal jók vagyunk. Ugye fékezéshez, ezt kikapcsolom. Hogy kell ezért kikapcsolni? Jaj, jaj, jaj. A kokpitot. Vagy mi az már ezért? Így. Így tök jó. Így olyan kis... Ilyen kis realisztikus lett a dolog. Hát próbálok nem gyorsan menni, úgyhogy rohadt nehezek vagyunk. Így a fék hatás az nagyon gyenge. Nagyon visszakapcsolom, hogy lássak. Szilikon magnézium, itt közvetlen, konkrétan. Itt már is rögtön be is jelölök egy... Jaj, 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 igen, a hátulja rohadt nehéz. Mert a... Hát ugye sejtjük miért, ott van a rohadt nagy large cargo konténer. Jó, de dobunk egy GPS koordinátát, de nagyon sürgősen. Mi van itt? Szilikon és magnézium. Na, GPS, new front current pose. Ez itt nem kell, ezt letörlöm. És ez pedig a szilikon és magnézium. Így fogom jelölni, sőt valami. Na, hát sajnos sikerült a csillaggal leállítanom a felvételt, ugyanis arra van rakva a gyors gombja az OBS-nek. Nem is olyan nagy probléma, mivel mai részt szeretném lezárni. Itt találtam egyébként jeget, ezt be is jelöltem, jég. Úgyhogy innen fogok tudni kicsit rakni bele. De egyébként most gyorsan még meg tudom mutatni szerintem, hogy hogy működik ez a generálás dolog, mivel most úgyis éjszaka van, és nem tudunk energiát szerválni sehogy se. Most nagy hirtelen szedek némi jeget. És akkor megmutatom, hogyan működik a generátor. Fú, ide mondjuk elég cinkes. Na, inventory full. Jó, berakjuk mondjuk ide. És nem tudom, hogy eljut-e a... Eljut-e? Azt mondja, hogy inventory, és aha, már benn van az O2 generátorba, és szépen elméletileg itt termeli nekünk a hidrogént. Na most azt kéne még megnézni, hogy ha bekapcsolom a hidrogén engine-t, 2 liter, 500, igen, tehát 500 kilowattot most termel nekünk. Nagyon jó. Tehát ami azt jelenti, hogy az aksinkat most tölti. Nyár meg is nézem. Hogy itt változik-e valami. Most töltés van, vagy most mi van? Várjál. K. Azt mondja, hogy battery. Átrakjuk recharge-ra. És szépen töltődik, 2 órán belül teljes töltöttségi szintet fogja elérni. Úgyhogy én itt most meg is pihentetem a gépezetet, hagyom egy kicsit töltődni, és akkor tovább mászkálok. De akkor itt énnél is köszönöm szépen, hogy megtekintettetek. Sziasztok!